Mind a két gárda az első győzelméért lép parketre, a szolnoki Olajbányász az Albafehérvártól, míg a Jászberény a Soprontól szenvedett vereséget. A tiszapartiak nem akarnak ugyanabba a hibába esni, mint a nyitófordulóban, ezért a héten azon dolgoztak, hogy a hibákat kijavítsák. Kielemeztük az előző meccsünket, ez biztos, hogy védekezésben sokat fogunk változtatni. Az első meccsen hiányoztak a könnyű góljaink a gyorsindításból, lepattanó harcban is sokáig vesztésre álltunk, teljes 100%-os fordulatra lesz szükség. Azt nagyon remélem, hogy az a elvégzett munka, amit mind a felkészülés alatt, mind ezen a héten, az végre jelentkezni fog ezen a meccsen. Visszamentünk a játék alapjaihoz, és azt próbáltuk jobbá tenni a héten. Az első vereségből tanultunk, dolgozunk tovább. A Jászberény kerete, csak úgy, mint a szolnoki, jelentősen kicserélődött a tavalyi szezonhoz képest. Hatan távoztak, és hatan érkeztek. Az újak közül LaMarcus Reed játéka erősen kérdéses. Az előző fordulóban két technikaival kipontozódó Giorgia Panterić viszont ott lesz a JKS a csapatában. A mieinknél továbbra is Juhos Leventére nem számíthat Dragan Aleksić vezetőedző. A játékos kezéről ugyan levették már a gipszet, de a labdás edzéseket két hét múlva kezdheti. A megyei rangadón sok múlhat a szurkolókon is, akik a legutóbbi találkozón végig kitartottak kedvenceik mellett. Én elég régóta játszom, de azért ilyet ritkán tapasztal az ember. Nem arról volt szó, hogy nem tettünk volna meg mindent a sikerért, egész egyszerűen olyan elemi hibákat követtünk el, amit az Alba komp megbosszult és kihasznált, de próbálunk ebből javítani. Az elején jött ez a pofon. Én képesnek tartom arra a csapatot, hogy ebből felálljunk és a valódi arcunkat mutassuk. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban.